Csapatépítő táborok, rovásíróverseny, Vasalbert felolvasó maraton, vagy a Betlehemi láng Kárpátaljára hozatala. Néhány rendezvény a kárpátaljai cserkészek éves programjából. Nem csak a televízió és a mai modernkori dolgok a fontosak, hanem fontos az, hogy csapatban legyünk, együtt dolgozzunk, odafigyelni a másikra. A fiatalok nevelésében oroszlán részt vállaló Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség ünnepi konferenciával emlékezett meg újraindulásának 20. évfordulójáról a Munkácsi Rákóczi kastélyban. Maga a szellemiségünk, tehát hogy Isten haza embertárs, elmegy az ember cserkésztáborba, akkor olyan barátokká kovácsolódnak, amik egy életre szólnak. És úgymond az egész életükben elkíséri őket ez a kapcsolat. 1944-ben a szovjet hatóságok betiltották Kárpátalján a század eleje óta működő cserkész mozgalmat. A kommunista rezsim bukása után azonban enyhült az elnyomás, és 1991. decemberében Munkácson már be is jelentették a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség megalakulását. A szovjet rezsim 50 éves fennállása alatt minden nemzeti érzelmű közösséget szétvert. A cserkészek a rendszerváltozás után az így keletkezett űrt akarták betölteni. Egy kisebb kisebbségbe szorult magyarság életében iszonyatosan fontos, hogy legyenek élő közösségek. Hogyha vannak élő közösségek, akkor sokkal nagyobb remény van arra, hogy ez a magyarság megmaradt itt Kárpátalján. Meggyőződésem, hogy akkor tudjuk megállítani, vagy lelassítani az elvándorlást, hogyha megismertetjük a gyerekeinket, az itt élő embereket, azokkal a kincsekkel, amelyek körülvesznek bennünket. Tiszteleg! A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség munkáját az eltelt 2 évtized alatt számos elismeréssel jutalmazták. Legutóbb a szülőföldön maradásért tett erőfeszítéseikért az Árpád fejedelem emlékdíjjal tüntette ki a szervezetet a Magyar Művészetért Egyesület kuratóriuma. Nagyon nagy öröm azt látni, hogy sokan kitartanak a szülőföldjükön maradás mellett. Ez Magyarországon is mostanában egyre nagyobb kérdés, hiszen nagyon sokan szeretnének külföldre menni, a megélhetés talán kihajtja, elhajtja őket. Azt hiszem, hogy ebben példát kaphatunk és vehetünk azoktól, akik talán még nehezebb körülmények között éltek, vagy élnek. Az ünnepségen a KMCS a Magyar Cserkészetért emlékplakettel tüntette ki a mozgalom újraszervezésében szerepet vállalt személyeket. Ma a fiatalosnak sokkal több a kísértése, mint ezelőtt 60 vagy 80 esztendővel volt. És sajnos több a lehetősége is a rossz irányba haladni. Ezért én különösen örülök a cserkész mozgalomnak, mert ez egy olyan hagyományos, kipróbált kapcsolata a fiataloknak, amelyik biztosítja a jövendőt. 2012-ben a KMCS népszerűsítő kampányba kezd, hogy minél több cserkész csapat alakulhasson Kárpátalja településein. A magyar iskolákban bemutatják a mozgalmat, és felhívják a figyelmet a fiatalok öntudatos nevelésére. Egy komoly magyar nemzettudatot szeretnénk a fiataljainkban kialakítani. Nagyon sok gyerek otthon nem kapja meg azt a nemzeti pluszt, amit meg kellene, hogy a szülők adjanak. Viszont ebben a cserkész közösségben nagyon sok magyar történelmi, magyar néprajzi, magyar kulturális értékekkel találkozik. A jubileumi ünnepségen felszentelték a budapesti Zrínyi Ilona Közalapítvány által a Kárpátaljai Cserkészeknek adományozott szövetségi zászlót.